Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hankó Balást, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőtt felelős államtitkárát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tehát számos területről beszélgetünk a következőkben reményeim szerint, de hát kezdjük a felsőoktatással, annál is inkább, mert hogy lezárult a felsőoktatási jelentkezési eljárás, megvannak a számok és az adatok, jelentkezők számaránya, képzési területek, szakok, legnépszerűbb felsőoktatási intézmények. Mik is most a legfontosabb információk ezzel kapcsolatban? Kiemelném azt, ami örömteli, várakozásunkat meghaladó, hogy immár második éve több mint 120 ezre jelentkeztek a megújult magyar felsőoktatásba. Ugye két évvel ezelőtt újítottuk meg a felvételi eljárást, azzal a fő mottóval, hogy ahol a lehetőség legyen ott a felelősség, ami illeszkedik ahhoz a felsőoktatási megújításhoz is, amivel nagyobb szabadságot, autonómiát adtunk a felsőoktatási intézményeknek és fenntartóknak, hogy a Adott egyetem a saját gazdaságának, térségeinek igényeire szabadabban, rugalmasabban tudjon reagálni. Ehhez pedig az kellett, hogy az eddig nagyon centralizált, központi szabályozókkal működő felvételi rendszert lazítsuk, hogy az egyetemek egyedi formájúvá tudják tenni, ezáltal vonzza a térség igényeknek és a térség gazdaság igényeinek megfelelő diákokat. De akkor ezt ezek szerint érzik a felvételiző hallgatók is, mert hogy nagyobb arányban vagy nagyobb létszámban jelentkeznek felsőoktatásba. Bár most én megnéztem a számokat, és ugyan van egy markáns növekedés, például egy 20%-os növekedés van 2022-höz képest, de mintha a tavalyi szám az magasabb lett volna a felvételizők, vagy jelentkezők számát tekintve. 22 előtt átlagosan 90 és igen. 100 ezer között volt a jelentkezői létszám. A tavalyi évben extrán magasan megújult, 126, 126, 126 ezeren jelentkeztek, de az idei évben is 120 ezer fölött voltunk, 120.990-en jelentkeztek, ami minden várakozást felülmúló volt, hiszen a tavalyi évet követően úgy néz ki, hogy ez a vonzása a megújult magyar felsőoktatásnak tartósan megmarad, ami abból a szempontból is lényeges, hiszen vizsgáljuk az abszolút számot, ami jó. Mert ugye a magyar gazdaságnak több diplomás munkaerőre van szüksége ahhoz, hogy a tudásgazdaságot, tudásgazdagságot erősítsük. De ha a szerkezetét megnézzük a jelentkezőknek, akkor még inkább azt mondhatjuk, hogy jó irányba léptünk előre. Tehát a képzési területekben is van változás ezek szerint? Nagyon markánsan. Ha a kiemelt változásokat szeretném összefoglalni, egy. Minden harmadik jelentkező műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrár, orvosegészségtudomány pedagógiára jelentkezett. Tehát, ami a leg fontosabb számunkra. Minden ötödik jelentkező a szűk ebben vett műszaki természettudomány mérnöki informatikai terület jelentkezett. is volt ugye a kormányzati célkitűzés, hogy ezt a területet erősíteni. Ha, abszolút. Ha megnézzük, hogy 22-höz képest Ezáltal több mint 10.400-al jelentkeztek első helyen erre a töletre. Tehát a magyar gazdaság motorja a jelentősen előrelépő diplomás munkaerőben úgy néz ki biztosított ezzel az erőteljes jelentkezési száma. De menjünk tovább. A másik lényeges, amit érdemes kiemelnünk, a pedagógus létszámban való markáns jelentkezés. Három összetevőre vezethető vissza. Egyrészt a megújult felvételi, másrészt, hogy változtattunk a pedagógus és ebben is a tanár-tanító képzésnek a belső struktúráján, úgynevezett rövid ciklusú tanárképzésekre is lehet jelentkezni, ami azt jelenti. 2-4 fél év, ugye? Ha, ha már végyszer. van egy alapképzése, mondjuk egy műszaki, uh -huh. egy, egy kémiai, biológiai alapképzése az adott jelentkezőnek, akkor ő kettő-négy fél év között a Tehát pedagógiát... Tehát ez nem azt jelenti, hogy érettségi után ez a kettő-négy fél év ciklussal is, már pedagógus is lehet. Valaki. Mondjuk valakinek van egy kémia alapképzettsége, vagy mondjuk van egy gyógyszerész végzettsége, hogy, hogy magamat uh -huh. is idehozzam és akkor innentől. Képzésüge. Kémia tanárként egy ráépülő képzéssel kettő 4 fél évvel tanári diplomát ö, szerezhet. És ott a harmadik elem, ö, ami, ami azt jelenti, hogy vonzóbb lett a pedagógus ö, bér, és vonzóbb lett a tanárok, tanítók, övónőknek a bére. Mit jelent ez? 2022 képes képest dupláztuk a jelentkezők létszámát, és a tanár-tanító jelentkezők létszámát is dupláztuk. 8600 50 első helyes tanártanító jelentkezőnk van. És ha itt is egy picit a mélyebbre megyünk, akkor fontos az előbb említett műszaki természettudományos orientáció véget, hogy hány ezen területre jövőt képző tanári jelentkezőnk lesz. Két évvel ezelőtt 800 volt, most 2000 több mint 670 matek tanár jelentkezés. 312 úgynevezett science tanár jelentkezés, amely science tanár képzésben a biológiát, a kémiát, a földrajzot gyúrjuk ebbe, de ott van a 143 kémia tanár jelentkező, vagy a 131 fizika tanár azért azért jelentkező. Hiány volt az elmúlt időszakban. És ami azt jelenti, hogy a megújított képzésnek köszönhetően is egyre többen jelentkeznek, ami innentől hmm. olyan utánpótlás jelent, hogy Két fél év, négy fél év múlva, tehát egy-két év múlva ők már tanári diplomával a kezükben állhatnak be a köznevelési intézményekben ö, oktatni, tanítani. Ezek a képzési területek, nézzük, hogy melyek voltak a jelentkezések tükrében a legnépszerűbb felsőoktatási intézmények. Itt is ö, nézzünk egy térségi aspektust. Minden második diák, vidéki felsőoktatási intézmény adta be a jelentkezését. Ez a megújítás előtt 41 néhány százalék volt, azaz az a célunk, hogy mondjuk a, a megújuló magyar gazdaság esetében Debrecen, Nyíregyháza köré, Győr köré, Pécs köré, Szeged, Kecskemét köré, Miskolc, Eger köré több legyen a jelentkezés, hiszen szükség van a diplomásokra, bejött. Mert, ahogy említettem, minden második jelentkező vidéki egyetemre adta be jelentkezését, sőt, mi több, a hátrányos helyzetű területekről 60-70%-os jelentkezési szám növekmény volt. És a így nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a jelentkezésnek nem csak a szakmai szerkezete a szakokra való jelentkezése, hanem mondhatjuk azt, hogy a földrajzi szerkezete is a magyar gazdaság igényének megfelelő irányba hat. És ebben a rangsorban is már a vidéki egyetemek jó helyeken szerepelnek, hogyha De megnézzük ez... a... Hogy... Az első hagyományosan az elte a, a 17 ezer jelentkezőjével, de rögtön ott van a második helyen a Debrecen egyetem a ezer jelentkezőjével, ott van a 8 és fél ezer jelentkezőjével, Szeged, ott van 8 ezer jelentkezőjével Pécs. Tehát a vidéki egyetemekre való jelentkezés is egyre markásabban van. És vezetnek úgymond a modellváltó egyetemek? Ugye arról többször beszéltünk már, hogy most jelenleg a felsőoktatásban tanulóknak a kétharmada már modellváltó egyetemen folytatja a tanulmányait, de ez a jelentkezések arányában is érzékelhető, hogy egyre többen jelentkeznek modellváltó egyetemekre, mert hát azért a, kommunikáció szintjén azért az szűrődik le, hogy szinte a sikerzáloga az szinte az, hogyha egy modellváltó egyetemre jelentkezik valaki. Ez a két kétharmados harmados jelentkezési arány van a, a modellváltó egyetemekre, és aztán utána az állami, valamint az egyházi fenntartású egyetemekre. Ha már a jelentkezési számot nézzük, az a Károli Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a tavalyi évhez képest is a, a jelentkezői létszámot növelni tudta. Tehát az egyházi egyetemekre is egyre többen jelentkeznek a modellváltó intézmények mellett. És ha már a felvételi számokat bontjuk el, ugye beszéltünk a, a képzési szakok jelentkezések jó irányba történő mozdulásáról, a vidéki egyetemek jó irányba történő mozdulásáról, mondtuk azt, hogy 2024 a tanárok éve, hiszen egyre többen jelentkeztek. Még egy lényeges szempontot emelnék ki, az pedig az, hogy a Emelkedő jelentkezői létszámnak az egyik kulcsa az, hogy több mint 30, ezeren, 30 915 en 30.915-en jelentkeztek 30 év fölöttiek. Mm. Azaz, a munka mellett is megéri diplomát szerezni, mert a diploma bérszorzót jelent. A kezdeteknél 1,3-as bérszorzót, a később időszakban 1,7-es bérszorzót, és hát vannak ilyen kiválóságok is, mint hogy 83-as legidősebb jelentkezőnk nemzetközi tanulmányokra, vagy 76 évesen mérnök tanárnak, 74 évesen kémia alapszakra jelentkeztek, szóval a felsőoktatás fiatal ez Igen, fiatalon ez tart. Ez azért is érdekes, mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy továbbtanulás, akkor azért hajlamosak vagyunk, hogy felsőoktatási intézményben való továbbtanulás, akkor hajlamosak vagyunk a, a most érettségizőkre, vagy az egy-két évvel ezelőtt érettségizőkre gondolni, de hát ezek szerint azért markáns arányszámban vannak idősebbek is. És, és szeretnénk is a munka mellett történő diploma erősíteni. Ők jellemzően nem a nappali képzésre iratkoznak, hanem a levelező képzésre, de ez ugyanúgy segít minket abban a, a tudás előrelépésben és abban a, a, plusz hozzáadott értéktermelésben, amelyet a megújított magyar felsőoktatásnak kell végezni. A égeznie. külföldről érkező hallgatók arányáról mi mondható el most? Milyen arányban vannak jelen a hazai felsőoktatásban? Egyáltalán nem is tudom, hogy ők most ebben a felvételi rendszerben jelentkeznek, vagy ez egy teljesen más a szisztéma? A külföldi hallgatók jelentkezését az egyetemek ö, bonyolítják le. Van olyan ösztöndíj program, a sokszor emlegetett stipendium hungarikum hmm. ösztöndíj program, ami egy Koordinált jelentkezés rend. Jelent. Az önköltséges hallgatók vonatkozásában, diákok vonatkozásában viszont az egyetemek nagyjából ebben az időszakban végzik a, a felvételét az elkövetkezendő időszakra, és 43 ezer külföldi diákunk van, tehát 15 százaléka a, a felsőoktatásban lévő diákoknak a számuk. Mert nyilván ez eligi, az, egyetemek, az egyetemek számára ez nyilván, hogy bevételi forrásként sem elhanyagolható, mert hát ők azért tandíjat fizetnek, talán nem is csekély mértékű tandíjat. Ambiciózus célunk van, azt tűztük ki cél, hogy 2030-ra érje el a 100 ezer külföldi hallgatót a, a, a felsőoktatásban. Tehát a ennek a több száma, mint a duplájáról. Több mint a duplája. Ezzel a világ legjobb három országa közé kívánunk kerülni a nemzetközi hallgatói arányban. És ez amiatt is fontos, hogy innentől. Ez a magyar felsőoktatás nemzetközi esítését léptetőre, egyre több képzésünk válik még inkább versenyképessé nemzetközi szinten is, egyre több képzés jelenik meg angol és német nyelven. Ez segíti a, a felsőoktatásban lévő magyar diákoknak is a, ezen kompetenciákban való egyre nagyobb jártasságát. És továbbiakban az is célunk, hogy ezen nemzetközi diákok közül, akik vonzónak látják Magyarországot és a magyar gazdaság igenis számítjájuk, ők aztán maradjanak itt Magyarországon, és, és alapítsanak családot. Mit tudunk azon számarányokról, ami mondjuk feltérképezhetni azt, hogy bár itt gondolom, hogy konkrét számokat azért nagyon nehéz mondani, de talán tendenciák körvonalazódhatnak, hogy magyar diákok külföldi egyetemekre, most nem az ösztön, különböző ösztöndíjas lehetőségekről beszélek, mert erről majd szeretném, hogyha részletesen is beszélnénk, hanem azok, akik mondjuk érettségi után azon gondolkoznak, hogy valamelyik külföldi egyetemen folytatnák a tanulmányaikat. Az elmúlt években azért volt ebben az arányban egy markáns növekedés. Itt oktatási szakemberek, sőt egyetemi vezetők is azt mondták, hogy nagyon fontos lenne itthon tartani ezeket a véletlenül hát nagyon jó képességű diákokat, akik esetleg külföldi egyetemi tanulmányok felé kacsingatnak most. Nagyjából az elmúlt években ö, nem emelkedett a számok stabnál, 11 néhány ezeren vannak, akik... Tehát akkor vannak erre számadatok is igen. nagyjából. Ö, a, amelynél ez, becsülhető, illetve látjuk azt, hogy ha valamely ö, diák, lendő diák jelentkezett a felsőoktatás intézményben, majd a végén a sikeres felvételt követően nem kezdi el a tanulmányait, akkor tudjuk azt, hogy kik azok, akik ö, külföldön kezdték meg tanulmányaikat, de... Egyrészt az elmúlt időszakban nem nőtt a számuk, másrészt a magyar egyetemek egyre versenyképesebbek. Tudjuk jól, hogy 5 éve 7, ma már 12 egyetemünk van a világ legjobb 5%-ában, van világ ö, top 1%-os hmm. egyetemünk is. Ezek melyik, mely szakterületek, vagy melyik. Ö, itt most generálisan egyetemekről a... beszéltem, hmm. tehát a 12 egyetemben, tudományi tudományegyetemektől kezdve orvosegészségtudományi fókuszú egyetemek De Főleg műszaki, orvos, orvos tudományi egyetemekről egyetemek van itt szó? Vagy... Ha szakterületi rangsorokat nézünk, akkor a szakterületi rangsorokban a top 150-ben van, van, ahol top 50-ben vagyunk, a tudomány műszaki, mérdöki tudományokban kifejezetten, természettudományokban kifejezetten jól teljesítünk. De hogy mi az, ami a, az elmúlt időszakban a rangsorokban való erőlelépés mellett is, Egyre vonzóbbá teszi a magyar felsőoktatást, a megújult környezet, a vonzó lehetőségek, az egyre több kutatási lehetőség már a diák évek alatt, és majd beszélünk róla, hogy az új nemzetközi ösztöndíjprogramunk is ezt célozza. Tehát az új Pannonia programmal azt szeretnénk, hogy a legjobb hallgatók top egyetemekre jussanak el, a világ legjobb 250 egyetemére, ott töltsenek néhány hónapot, egy fél évet, majd pedig ezt követően jöjjenek vissza, és itthon folytassák úgy a tanulmányaikat, hogy a külföldön történt tanulmányi időszaka egy az egyben kreditben, tanulmányi időben a kerül. Tehát ez erről, így egy vonzó csomag. Beszéljünk erről részletesen, meg hát azért nyilván még az Erasmus is kérdéseket vet fel, de azért még visszatérve a felvételihez és a felvételi eljáráshoz azért érdemes még arról is beszélnünk, hogy a, az elmúlt évek során is voltak változások a felsőoktatási felvételi Eljárásban, de idén is jönnek még fontos változások. Mik is ezek elsősorban a pontszámítás tekintetében? Két évvel ezelőtt azon elmentén újítottuk meg a felvételit. Ha a felsőoktatás új modellje egy autonóm modell, akkor több lehetőség kell az értemeknek, és ezért az idei évben olyan változások történtek a két évvel ezelőtti megállapodásnak megfelelően, ami innentől az 500 elérhető pontból 100- Pontot intézményi hatás tett. 17... Ez egy nagyobb mozgásteret ad az egyetemek számára. 17 kategória, 37 féle pont általában ebben az emelt szintű érettségért, a nyelvismeretért adnak pluszpontot, sporteredményekért, sport eredményekért, tanulmányi eredményekért, önkéntes munkáért, vagy valamilyen munkatapasztalatért, szakképzésből való érkezésért, szóbeli vizsgáért. Tehát minden De egyetem mind az egyetem maga határozza meg. Milyen pontot ad? Milyen törletre ad pontot? Például egy szociális képzés esetén, például egy orvosasszégesség tudományi képzés esetén, például egy műszaki mérnöki képzés esetén, más-más intézményi pontok vannak. Például egy, egy térségi egyetem egészen más intézményi pontrendszert alkalmaz, mint mondjuk egy tudományegyetem, vagy egy egyházi fenntartású egyetem más pontrendszert alkalmaz. És ez igenis jó, hiszen az egyetem és a képzés saját karakterét rajzolja ki, mm -hmm. és ennek a karakternek megfelelően tudnak választani a jelentkezőkre. Segítettük a jelentkezőket a felvi.hu oldalon egy nagyon jó pont összehasonlító kalkulátor van, ahol erről megbizonyosodhattam. De a az egyetemek felvételi tájékoztatójában ez nyilván ott lesz, hogy ők milyért. <laughs> nyilván vagy ott, ott, van ott van már most van, nyilván, persze. hogy hiszen... miért adnak pluszpontokat. Persze ott van, hiszen ez döntési szempont a fiatalok esetében. A sporteredmények egyébként hogyan? Ez is az egyetemekre van bízva, mert ha jól emlékszem, akkor azért korábban volt olyan talán kormányzati direktíva is, hogy bizonyos sporteljesítményeket milyen pontarányban lehet beszámítani a felvételére, vagy akár felvételi nélkül is be lehet jutni. És ugye most is, ha jól tudom, akkor azért vannak ilyen központi lag is rögzített pluszpontok, ugye az önkéntes tartalékos katonai szolgálathoz hasonló. Már válaszoltam akar. volna a kérdésére, hogy egy, egy, egy központilag Csak rögzített ez az egy, pont, most már? a 1632-64 pont az önkéntes katonai szolgálatért ami a még akár az, az, az 500 pont a... fölött is uh -huh. uh, jár. Az összes többi intézményi pont az az adott uh -huh. uh, egyetem és az adott egyetem fenntartójának uh, döntési uh, jogköre, hogy milyen pontot miért ad. De ebben a sporteredvények is Eléggé nagy variabilitást adnak, egészen más mondjuk egy sport szakra jelentkező esetében, mm. mint egy edző szakra jelentkező esetében. Hát vagy nyilván, a testnevelési igen, de. egyetem esetében is egészen más az ilyen irányú pontoknak a struktúrája. Külön szóbeli vizsgát is előírhat ennek kapcsán mondjuk az egyetem, mert ezt több szakiránynál felvetették már oktatási szakértők is, hogy például pedagógus képzés terén, vagy pszichológus képzésnél azért a, a szóbeli vizsga egy olyan felvételi rendszerben, ahol egyébként személyes találkozása nem nagyon van lehetőség, az nagyon fontos lehet. No, erre is megteremtettük a lehetőséget. Tehát itt lehetőség van szóbeli vizsgára is. Az egyetemek élhetnek ezzel, sőt, vannak olyan képzési töletek, ahol az egyetemek egymással egyeztetve egymás szóbeli vizsgáit is beszámítják, hogyha esetleg egy diák több helyre jelentkezett, akkor nem legyen szükséges neki mind a, a, az összes képzőhelyen a szóbeli vizsgán a, részt Az rendel. emelt szintű érettség is tulajdonképpen már abban a kategóriába tartozik, hogy ebb, erről is az egyetem szabadon dönthet, mert ugye korábban azért volt egy ilyen direktíva, hogy Emeltszintű érettségig kell a felsőoktatási tanulmányokhoz, ez aztán kiterjedt a központi követelmény rendszerből, de hát nyilván egy népszerű egyetem népszerű szakára vagy népszerű képzésére nem nagyon lehet egyébként se bejutni emeltszintű érettség nélkül. Itt egyrészt a száz intézményi pontban az emeltszintű érettségért adhatnak plusz pontot az egyetemek, de van központi szabályozó elem is, ami azt mondja, hogy az emeltszintű érettségű 1%-a egy pontot ért, a középszintű érettségű 1%-a Kétharmad pontot ér, Tehát, ha valaki 100%-ot ér el középszintű érettségén, akkor 67 pontot kap. Ha valaki 100%-ot ér el emelt szintű érettségén, akkor 100 pontot kap. Azaz, az eddigi gyakorlathoz képest jobban súlyozzuk az emelt szintű érettségét, mert ugye eddig az volt, ha megugrott a 45%-ot az emelt szintű érettségén, kapsz 50 plusz pontot. Itt pedig egy sokkal kiegyensúlyozottabb pontozás van, és még a pluszpontok között is emelt szintű érettségi jár. Tehát, ha össze akarjuk foglalni, hogy az idei évben milyen változások történtek, az 500 pontból 100 intézményi pont az egyetem karaktere szerint alakítható autonóm módon. Az emelt szintű érettséginél 1 százalék egy pont, középszintű érettséginél 1 százalék kétharmad pont, illetőleg az egyetem az ötödik érettségi tárgy kapcsán is jogkörrel bír, hogy az adott képzéshez mit kér, és amíg hozzávesszük a tavalyi évi változásokat, amely azt jelentette, hogy lehetett dönteni, hogy közép vagy emelt szintű érettségit kérnek, illetőleg a minimum meghatározása és az egyetemi hatáskörbe került, tulajdonképpen a rugalmassága a magyar felvételi eljárásnak kiteljesedett. Nem tervezünk további módosításokat, mert azt, Tehát látjuk, most lezárult, azt látjuk, hogy jó az irány. Mm -hmm. Tehát azt látjuk, hogy ahogy az adatokat említettem, emelkedő létszám, a, a gazdaság irányaiban menő szakok, térségi elrendezés is jó, hátrányos helyzetből jelentkeznek, és a munka mellett is jelentkeznek ö, ö, felsőoktatásba. Tehát abszolút mm -hmm. jó irányú változás. Az, az egyetemekkel egyébként volt erről konzultáció, erről a százpontos rendszerről és egyáltalán mik a visszajelzések az egyetemek részéről nyilván azért már vannak így előzetesen is. Egyrészt, egyrészt, két évvel ezelőtt, az, azok a változások, amik most történnek, két évvel ezelőtt állapodtunk meg, az egyetemekkel, fenntartóikkal, a hallgatói önkormányzat országos konferenciájával, leendő diákokkal, sőt, még annak idején egy közvéleménykutatást is végeztünk arra vonatkozóan, hogy milyen ö, elvárások fogalmazódnak meg a felsőoktatási felvételi alapján, és úgy néz ki, hogy azok a változások, amelyet közösen megalkottunk, jó irányba mozdított a felsőoktatást, az a struktúrában is léptünk előre, nemzetközi eredményességben is lépünk előre, és a, a felvételi számok és jelentkezési számok is jó irányú elmozdulást mutatnak. A egyetemi rangsorok ugye szóba kerültek, de hát ugye vannak itt konkrétan megfogalmazott célkitűzések, ugye, hogy 2030-ra legyen legalább egy magyar edétem a világ száz legjobb között, és legalább három intézmény az európai top százban. Azért hát most 2024-et írunk, 2030 az nincs is olyan messze, 5-6 éves táblat. Hol állunk most? Ha azt nézzük, hogy 5 évvel ezelőtt a legjobb 5%-ban 7 egyetemünk volt, most már 12 egyetemünk van a legjobb mm. 5%-ban. 3 évvel ezelőtt nem volt egyetemünk a legjobb 1%-ban, most már van egyetemünk a legjobb 1%-ban. Tehát azt mondhatjuk, hogy a, a rangsorban haladunk előre, és az az ösztönző rendszer, a financiális ösztönzőrendszer, amit a megújult felsőoktatásban biztosítunk, mind az oktatási, mind a kutatási teljesítmény vonatkozásában ezt az előrelépést a diákok érdekében próbálja meg elérni, hiszen ha egyre versenyképesebbek a magyar felsőoktatási intézmények, akkor a diákoknak olyan lehetőséget biztosítunk itt Magyarországon, amely minden, szinte minden képzési területen a világ élvonalát tudja biztosítani számukra. Ez az az irány, amit elkívánunk érni, és 2030-ra reális célkitűzés a top 100, világ top 100 és a három európai top 100-as egyetem. Egy komoly probléma van, ez pedig az elmúlt időszakban az Európai Bizottság viselkedése a magyar egyetemek vonatkozásában, hiszen ezekben a raksorokban rangsortól függ, van egy olyan 20-25 százalékos úgynevezett reputációs elem, és ebben a reputációs elemben vágott alá Brüsszel a magyar felsőoktatásnak, amikor 22. decemberében azt a diszkriminatív döntését hozta, amiben az Erasmus és a Horizon pályázatokból kizárt, immáron mondhatjuk azt, hiszen növekszik a diák létszem, 200 ezer magyar diákot, de nem csak magyar diákot, hanem a nemzetközi diákokat is, és 20-20 ezer -20 oktatót, kutatót. Ez sajnos látjuk, hogy a reputációs index részében a rangsoroknak nem segít. Éppen ezért erősítjük meg az objektív mércéket, amely a, a Tudományos teljesítmény, az innovációs bevétel. Az Erasmus programnál hagytuk abba a beszélgetést a hírek előtt. Mik a legfontosabb információk most ezzel kapcsolatosan? Ugye azt tudjuk, hogy 2024. júniusáig június még, 20. még érvényben vannak a, a programok, de hát azért ez már nagyon szorít a határidő. Vannak-e tárgyalások? Folyamatosak a tárgyalások, és mi. Ö, a magyar diákok, kutatók szempontjai érdeki alapján megegyezésre készek vagyunk, ugyanez azonban nem mondható el a bizottságról, az Európai Bizottságtól és Brüsszelben mindazokról, akik erről tárgyalnak. Ugye a tárgyalásainknak két pillére van. És ez kicsit, mielőtt ezekbe a pillérekbe bemennénk, néhány elvi kérdés szerintem szükséges leszögezni. Egy, a felsőoktatás nemzeti hatáskör. Tehát az Európai Uniónak itt jogalkotási feladata nincs. Kettő. Olyan programokról beszélünk a Horizon, meg az Erasmus kapcsán, a mobilitási program és a kutatási program, amelyek úgynevezett direkt uniós programok, tehát Brüsszel maga dönt. Tehát ez azt jelenti, hogy még a saját maguk döntésében sem bíznak, hogyha ezektől zárják el, még egyszer mondom, diszkriminatív módon a magyar diákokat és, és kutatókat. A harmadik pedig, amikor ezt az egész döntést 22. decemberében hozták, azelőtt két Két írásbeli kérésük volt, egy az összeférhetetlenség, kettő közbeszerzés. Mind a kettőt jogszabályban és személyi konzekvenciákkal kezeltük, ezek után ö, született meg ez a döntés. Na de akkor térjünk vissza erre a két pillérre. Több mint négy hónappal ezelőtt írásban jutattuk ki a bizottságnak azokat a szabályozási javaslatokat, amelyeket el tudunk fogadni a személy összeférhetetlenség vonatkozásában megint csak mellé kell meg, hogy egy képviselői kört nem jelzett az Európai Bizottságjuk, az Európai Parlamenti képviselők, tehát az a miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, legyen összeférhetetlen az országgyűlési képviselő, legyen összeférhetetlen, stb. Európai Parlamenti képviselő legyen összeférhetetlen, de ebben egyet tudunk érteni. Ugyanúgy a, a Kuratóriumi tagság időtartamában, hogy az kétszer hat év legyen, egyet tudunk érteni. Sőt, van egy érdekesség, ez az úgynevezett lehűlési idő, hogyha valaki olyan tisztséget töltött be, ami összeférhetetlen, ott egy egyéves lehűlési idővel is egyet tudunk érteni, Mellesleg itt is meg kell jegyeznem, hogy az Európa parlamenti képviselők régóta vitatkoznak arról, hogy rájuk ilyen ö, lehűlési ö, határidő vonatkozó. -e. De akkor ezek szerint mégiscsak van kompromisszum, és akkor mégis jönnek újabb ö, felvetések. Hát, Brüsszelbe, hogy mit kéne még bevenni? Négy és fél hónapja nem válaszolnak. A négy és fél hónappal ezelőtti írásos anyagot megelőző brüsszeli diktátumban még két olyan elem volt, amit a, a tudás és a nemzet szuverenitás érdekében nem szabad elfogadni. Az egyik az, hogy az szerepelt annó még 23 októberében küldött levelükben, hogy a fenntartott intézmény vezetőit zárjuk ki a kuratóriumokból. Ez mit jelent? A rektorokat és az adott egyetem tanárait zárjuk ki a kuratóriumokból. 12 rektor van az egyetemi kuratóriumokban, és mindezt az egyetemi autonómia jegyében írják. Kérdezem én, ki mit nevez itt autonómiának a másik szempont? De második a... egyébként mi a gyakorlat európai egyetemeken? Az, hogy vannak benne. Ö, gazdasági szereplők vannak benne ö, képviselők, polgármesterek vannak benne ö, rektorok egyetemi ö, professzorok tehát, tehát a nemzetközi gyakorlat alapján ö, állítottuk össze a magyar modellt. és a másik szintén szürreális javaslat a bizottságnak az volt hogy külső bizottsági ö, külső bizottságok és NGO-s szereplők mondják majd meg azt, hogy a kuratóriumba milyen tagokat jelölhetnek tehát ha egy intézményrendszer autonóm, már pedig ténylegesen ez egy autonóm intézményrendszer, akkor ehhez nem külső szereplők kellenek. És ott van még ebben a történetben egy, egy, egy ördögi csavar, hogy azt mondják a magyar felsőoktatás, hogy nem autonóm. No, az a nagy helyzet, hogy az az autonómia elemzés, amit Magyarországgal szemben használnak, az nem zajlott le. Azért nem zajlott le, mert az Európai Bizottság autonómia fogalma csak az állami fenntartású intézményekre vonatkozik. És a magyar intézményrendszer nem állami fenntartású intézményrendszer a KEKVA modellváltott egyetemek esetében, hanem ez egy speciális közfeladat ellátással működő magánintézményrendszer. És ahelyett, hogy megvizsgálták volna az egyetemeinket, ahelyett, hogy megkérdezték volna az egyetemeinket és részletesen, részletesen az alapító kirataikat elemezték volna a bennük lévő szabályozással, azt mondták, hogy nem autonóm. És no, akkor mire ezt tárgyalunk? A Mert ezért zajlanak ezek szerint a tárgyalások, azt említette. A másik pillér az arról szól, hogy szeretnénk határidőt hosszabbítani az egyetemi jelentkezésekre. Tehát ezt a júniusi határidőt A júniusi, A június következő időszakra az egyetemek tavaly november végéig pályázhattak. A Magyar Tempusz közalapítvány a pályázatokat elbírálta, továbbította Brüsszelnek, Brüsszel nem bírálta el. Mi azt szeretnénk, ha ezek a bírálatok május végéig kitolásra kerülnének, hiszen mi hiszünk abban, annak ellenére, hogy négy és fél hónapja nem kapunk választ, hogyha egyszer kapunk választ, akkor az észszerűség és a racionalitás határaim belül, mint hogy az előbbi példákat mondtam, hogy milyen álláspontunk van, meg tudunk állapodni. Viszont a helyzet az, hogy két héttel ezelőtt ígéretes volt a álláspontja a május végi történő hosszabbításról. Tegnapi nap során volt tárgyalásom szintén Brüsszelben az oktatási főigazgatósággal, az oktatási főigazgatóval, ahol most legújabban azt mondták, hogy akkor hosszabbítanak a másik kérdésben, amire négy és fél hónapja nem válaszolnak, megegyezés lesz. Na most ez egy ilyen tyúktojás szindrómára hasonlít, amit pedig nem engedhetünk meg, mert a mi fiataljaink, a mi diákink, igenis nem zárattathatnak ki azokból a mobilitási programokból, amely minden európai állampolgárnak közös rész részt vegyen benne. De most ugye az Erasmus program mellett elindul egy új mobilitási ösztöndi program, a Pannonia program egyetemekkel, Tempusz közalapítványjal együttműködésben. Ez, hogyha történetesen nem, nem sikerül megállapodásra jutni az Erasmus program kapcsán, akkor ez pótolhatja, vagy helyettesítheti azt? Nem ezért találtuk ki a Pannonia programot eredetileg, hogy ez pótolja, hiszen éves szinten átlagosan 10 ezer diák vesz részt ilyen mobilitásban. Ezt szeretnénk 20 ezerre emelni, a már előzőekben említettekben, hogy ez a, a, a magyar tudásnak a versenyképességét erősítse, de úgy néz ki, hogy most a Pannonia program az, amely biztosítani fogja a diákoknak ezt a, a mobilitást. De ez már el is indult? Ez egy... ott tart, hogy január elején meghirdettük, az egyetemek pályáztak rá február végéig, a múlt héten megszületett a döntés a Tempusz közalapítvány részéről, szerződnek az egyetemekkel, és az elkövetkezendő hetekben elkezdhetnek pályázni rá úgy a diákok, hogy innentől ősztől a Pannonia programon keresztül jussanak el a világ bármely egyetemére. Mi a Pannonia program előnye? Egy. A világ bármely vezető egyetemére el lehet jutni. Vezető egyetemekre jutnak el. Külön keretet biztosítunk a világ legjobb 250 egyetemére történő eljutásra. Emeltük az ösztöndiakat 350-500 ezer forintig. Ez nagyobb keret, mint az Erasmus. Igen. Én... A néhány hetes mobilitástól az egész Fél évre vonatkozó mobilitást biztosítunk, ebben részt vehetnek diákok és kutatók, és teljes kreditelismerést. Tehát a kintöltött oktatási időszakot teljes mértékben elismerik az egyetemek. Azaz azt mondhatjuk, hogy ez a Pannonia program ambiciózus, Világvezető egyetemére juttatja el a magyar diákokat, jobb feltételeket biztosít a, a diákoknak. Mindennek az alapja a magyar egyetemek és a külföldi egyetemek között kötött úgynevezett bilaterális ö, mm. együttműködések. Tehát ez alapján fogjuk a nemzetközi esítést erőtésen minni. Amúgy, amikor több mint két hete az oktatási miniszterek informális találkozója volt Brüsszelben, ott az Erasmus volt tanácskoztak, szintén felszólaltam, elmondtam, hogy mi a helyzet Magyarországon, döbbenet volt, de ezzel együtt bemutattam a Pannonia programot is, arra van, hogy a magyar kormány, a, Kultúrás Kulturális és Innovációs Minisztérium a Tempusz közalapítványal együttműködésben egy új programot indított, kérjük a tagállamoktól, hogy ebben a Pannonia programban támogassák és legyenek együttműködőek velünk. Mi több a tagországoknak említettem, hogy ez amúgy az ő nálunk lévő több tízezer külföldi hallgatójuknak is segít, mert ezzel fognak tudni ők is részt venni ebben, hiszen az ő külföldi, itt lévő külföldi hallgatóikat is, bruszel képzánte a, De jól értem, a akkor programból Szerencsés esetben, akár ha megszületik esetleg a megállapodás a közeljövőben mégis az Erasmus Plus programról, akkor ez a két program akár párhuzamosan egymás mellett futhat az Erasmus plus és a Panonia program. Pontosan így pontosan így egymás mellett párhuzamosan, és a kutatási erőtérben is elindítottuk az úgynevezett Horizon programot, ami pedig arról szól, hogy a magyar egyetemek, külföldi vezető egyetemekkel olyan közös kutatási programjait finanszírozzuk, amely a Naiman János program digitalizáció, egészséges élet, zöld program stratégiájába illeszkedik, és ott a külföldi vezetem, egyet, vezető egyetem kutatóinak és kutatási költségét is finanszírozok persze, Tekintettel az, hogy ez a Magyar Egyetemen keresztül finanszírozódik, mi vagyunk a meghatározói annak, hogy milyen kutatás az, ami fontos nekünk. Azaz olyan kutatásokat tudunk közösen végezni, így a Horizon programon keresztül a külföldi egyetemekkel, amely a magyar társadalom, a magyar gazdaság igényeire ad választ. Beszéltünk arról korábban, hogy a hallgatók kétharmada jelenleg már modellváltott alapítványi fenntartásban működő egyetemen tanul, de hát azért itt vannak nagy múltú egyetemek, például az Elte, ami most is a felvételi jelentkezések rangsorában az élen van, tehát oda jelentkeztek a legtöbben. Az Elte a Műszaki Egyetem maradt a klasszikus. Működési formában állami fenntartásban. Ha megnézzük ezt a két szegmens, a modellváltott egyetemeket, illetve a hagyományos fenntartásban működő egyetemeket, akkor azért lehet valami különbségtétel, mondjuk feltételrendszerben, anyagiakban, működésben, vagy nem, nem érdemes ilyen különbséget tenni. Hát alapvető különbség van a két. A működési ö, formában értem, de. Más mondjuk, struktúra. Ö, ö, Tehát más struktúrából adódóan az anyagi egy, Anyagiakban, feltételrendszerben nincs különbség? Az a modellváltott intézményrendszerben egy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkező alapítvány van, amivel az állam. Egy hosszú távú finanszírozási igen, szerződést igen. köt, amiben meghatározott financiális kondíciók szerepelnek. Ez kvázi egy megrendelés, amely megrendelést lát el az adott fenntartó az adott egyetem. Az állami fenntartású intézményeknél ott az állam nem ilyen hosszú távú finanszírozási szerződést köt, hanem fenntartóként érvényesíti mindazokat a szempontokat, amelyek a felsőoktatás, Oktatási és kutatási szegmensében lényeges, lényegesek. Tehát más struktúra, ezáltal más a finansz, ö, de finanszírozás szerkezet. A feltételekben, a működés feltételrendszerében, vagy akár akkor utaljunk. Konkrétan arra, hogy például az ott tanító oktatók bérezésében van különbség. Tehát azt gondolnánk, hogy a modellváltott egyetemeken például jobban megfizetik az oktatókat, mint ezeken a hagyományosan hagyományos formában működő egyetemeken. Megint egy struktúrális alappal kezdeném. A modellváltott intézményekben munkatörvénykönyve szerinti az ott lévőknek az alkalmazása. Az állami fenntartású egyetemek esetében közalkalmazotti törvény szerinti foglalkoztatás van. Ez a két foglalkoztatási struktúra azért alapvetően más. Az egyik egy piaci foglalkoztatási struktúra, a másik egy közalkalmazotti foglalkoztatási struktúra. 2021-22-ben Fentartói formától függetlenül egy kétszer 15%-os béremelést biztosítottunk, amivel egymásra épülő volt, több mint 30%-os béremelést biztosítottunk az ott lévő több mint 50 ezer oktatónak, kutatónak, ez 64 milliárd forintot jelentett. Ugyanúgy a kutatási feltételek és a kutatási pályázatokhoz való hozzáférés a modellváltott és az államintézményekre is biztosított. Az elmúlt években a BML esetében több mint 20-20 milliárdnyi kutatási forrás került biztosításra az ELT és a BML esetében növeltük az ELTE és a BME finanszírozását, ha csak 22 -ről 23 -ről nézem, egyen-egyenként több mint 4 milliárd forinttal. Tehát, 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 a finanszírozásban lépünk előre. És a bérkérdés, ami ugye a, a mindennapokban egyre erőteljesebb. Ugye ott is azt kell látni, hogy az alapbér és a bérhez kapcsolódó további kiegészítő elemek már egészen másképpen néznek ki hiszen az alapbér mellett volt bérfejlesztés, és az egyetemen lévő oktatók részben oktatási, részben kutatási tevékenységet végeznek. És ha végig nézzük, hogy a, az állami egyetemek esetében milyen bérsávokat látunk, akkor egy kezdő egyetemi tanársegéd a 450, egy egyetemi adjunktus 550 egy egyetemi docens 800 ezer, és egyetemi, egyetemi tanár átlagosan 1,2 millió forintos bérrel, bérrel rendelkezik, tehát az átlag bér ezen egyetemeken olyan 710 ezer forint körüli. Mondhatjuk azt, hogy most arra úgy nagyjából azért lezárult az egyetemi modellváltás folyamata, vagy azért lehetnek még olyan intézmények, amik csatlakoznak ehhez. Azért is kérdezem ezt, mert talán éppen tavaly tavasszal a Műszaki Egyetem, hát a hírek szerint tárgyalásokat kezdeményezett az egyetem fejlesztésének lehetőségeiről, és hát akkor mindenki úgy tekintette erre, hogy hát ez a modellváltás előszobája lehet, tehát hogy esetleg a Műszaki Egyetem is Csatlakozik ehhez a folyamathoz. Az álláspontunk ugyanaz, ha is amennyiben az egyetem kezdeményezés, az egyetem szenátusa kezdeményezé egy új struktúrában való működést, akkor ezt a kormány megvizsgálja. De akkor most nincs tárgyalás? például? A BM a esetében volt 6-8 tárgyalási forduló, amikor az álláspontokat mind a BM részéről, mind pedig a, 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 a kormányzat részéről igyekeztük világosá tenni. Most a, a BME esetében rektorválasztás van, és innentől azt gondoljuk, hogy ez úgy ö, helyes, hogy ezen a rektorválasztási időszak alatt a továbbiakban nincsenek tárgyalások, ebben a felek egyetértettek egymással. Nyilván a felsőoktatási intézmények körében a művészeti egyetemek egy speciális terület, de többnyire mit is lezajlott a modellváltás, gondolok, a Moholi Nagy Művészeti Egyetemre, a táncművészeti Egyetemre, a színház és filmművészeti egyetemre. Maradt ugye talán a képzőművészeti egyetem és a Liszt-Ferenc zeneművészeti egyetem, és ez utóbbi kapcsán azért most éppen megint Kiújultak a viták és a, a polémia. Ugye ez megint egy sajátságos helyzet, mert a Zeneakadémia egyfelől egy felsőoktatási intézmény, de hát a kulturális szénának is egy fontos intézménye. De a napokban éppen Csák János kulturális és innovációs miniszter mondta azt, hogy az egyetlen egyetem tulajdonképpen a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem, amelyel nagyon nehéz együttműködni, és nem nagyon sikerül, sikerül dűlőre jutni a tárgyalásokat tekintve. Most itt valami elakadt, mert ugye most jelenleg rektor sincs a zeneművészeti. Egyetemen. Nagyon röviden nézzük át, hogy mi történt a, a Zeneakadémia kapcsán az elmúlt időszakban. Ugye elindult egy rektorválasztási folyamat, öt pályázó volt a pályázók közül, a, a pályázat feltételeinek egy pályázó felelt meg, ugye ott a nemzetközi erőtérben való jelenlét, ami erőteljesen súlyozásra került. Ezen egy pályázó viszont visszavonta a pályázatát, az ön is említett támadások uh -huh. miatt. Tehát volt Igen, egyszer. de Ez ugye október tájékán Ezt volt? Ezt ez követően azon rektorhelyettes vezeti az egyetemet, az aki, aki amúgy uh -huh. szintén pályázott rektorjelöltként a rektori címre. Az ő pályázata ö, nem elégítette ki azokat a feltételeket, amelyet a pályázati követelményben ö, megfogalmaztunk. Jelen pillanatban ő vezeti a, az intézményt. Megbízott, megbízott rektorként. Ö, igen, hát megbízott rektorként ennek a jogi megfogalmazása egy fokkal árnyalta, de, de ő az, aki a rektori jogkörrel felruházott akadémiai vezető a Zeneakadémiát. De, de miért nincs akkor új pályázati kiírás? Hát ugye most már megbízott? De, 2020 de hogy azt azért szerintem érdemes fél, megkizni, hogy tulajdonképpen azon vezető viszi most a zeneakadémiát, aki amúgy a szenátus bizalmát élvezi. Akkor megkérdezhetjük, hogy mégis mi történik itt. Megkérdezhetjük, hogy mégis mi történik itt, főleg abból a szempontból, hogy hogy azt azért érdemes látnunk, hogy a tanulmányi osztály, ami miatt állítólag az egész perpatvar újraindult, az a tanulmányi osztály az amúgy a rektori terület irányítás alá tartozik. Az a tanulmányi osztály, ahol ezt szerintem érdemes tudnunk, eddig 21-en dolgoztak, majd lecsökkent 19-ra a számok, majd most 20-an dolgoznak ismét a tanulmányi osztályon. Ezt azzal érdemes összevetnünk, hogy 852 diák van a zeneakadémián. Tehát ezt kettőt nagyjából elosztjuk egymással, akkor a tanulmányosztály osztály egy alkalmazottjára 40 diák jut. Ezt szerintem úgy tegyük el magunknak arányszámként, hogy akkor pontosan mi is történik itt. És azt is látnunk kell, hogy mind a mellett, hogy, hogy a fenntartó részéről erős elkötelezettség van abban, hogy a nemzetközi, a Liszt-Ferenc hagyományoknak megfelelően és tradíciónak megfelelően emelkedjen tovább a zeneakadémia, ehhez az emelkedéshez nem látjuk a, a, a szakmai De akkor nem az vinne közelebb a megoldáshoz, hogyha mégiscsak megszületne a pályázati kiírás, és Lehetne pályázni a Zeneakadémiára? Nézzük posztjára. meg, hogy az elmúlt időszakban bármilyen olyan megoldásra, vagy bármilyen olyan javaslatra, amely előrébb vitte volna a Zeneakadémiát, milyen válaszok születtek. Mi is azt gondoljuk, hogy a Zeneakadémiának fejlődnie szükséges, mi is azt gondoljuk, hogy a Zeneakadémiának egy olyan irányba kell állnia, amely visszaemeli a nemzetközi rangsorokban még jobb helyre, mint 2016-ban a 30. helye volt. És ehhez a megnézzük 22 höz képest, 25 20%-kal növeltük az intézménynek a, a finanszírozását fejlesztési és működési formában. Tehát a fenntartó elkötelezettsége egyértelmű a diákok érdekében, egyértelmű a művészeti előrelépés mm. érte értelmében, egyértelmű, hogy Liszt Ferenc örökségét. Ja, akkor előbb vagy azért lesz, lesz pályázat, inni? vagy pályázati kiírás? Persze, hogy lesz. Persze, hogy lesz, de az, azt lássuk, hogy amit előbb is mondtam, hogy tulajdonképpen miről is alakult ki most itt a vita a tanulmányi ö, osztály vonatkozásában. Szóval azt gondolom, hogy. És hát azért voltak itt üzengetések, ugye a miniszter úr is azt mondta, hogy hogy azért a zeneakadémián folyó teljesítmény ez megkérdőjelezhető. A, a, a gazdasági vetületeket tekintve is voltak különböző. El, előbb említettem a gazdasági előrelépést igen. is, hogy milyen finanszírozási előrelépés volt a Ezek Ezzel kapcsolatban egyébként a hallgatói önkormányzat azt mondja, hogy nominálisan ugyanaz a keretösszeg van, mint az előző évben. 23-24-re? Igen, 151 millió forint energiatámogatást adtunk, 22-ről 23-ra hmm. 20 os előrelépés történt, és tartottuk ezt a, a szintet, ami nem, utóbb, nem kevés. Előbb-utóbb azért hát, rendeződik a Zeneakadémia helyzete is, és lesz, lesz, lesz egy teljes felhatalmazás a rektora és az intézménynek. Mindig kicsúszunk a beszélgetésben a szakképzésről, de azért szeretném, hogyha néhány percünk maradt, csak sőt, tulajdonképpen kettő percünk, hogy a szakképzésről beszélnénk, ami ugye az elmúlt években nagyon sok és markáns változás volt a szakképzés területén, és hát azért véletlenül jönnek még további változások. Azért gondolom ezt, mert a minisztériumi háttéranyagban azt olvastam, hogy 2024 a fejlesztésével lesz a szakképzés területén. És a szakképzés mellett a felnőtt képzés is ö, megér... Ö, néhány gondolatot, úgyhogy igyekszem röviden összefoglalni. Szakképzés. Szakképzésben 2026 követően egy jó irányú átalakulás történt. Az eredmények önmagukért beszélnek, munkaerőpiacra nagyon jó képzés van, duális képzés, 10-ből 6 választják a szakképzést. Versenyképes szakképzőintézmények vannak, összekapcsoltuk a szakképzést az egyetemi mm -hmm. képzésekkel. Az úgynevezett technikusi képzésekben mi több ö, olyan jogszabályt léptettünk életbe, ami a legjobb ö, szakképzőben lévő diákokat már előzetes hallgatói jogviszonyt is biztosítható felsőoktatási intézmény részéről. 700 digitális tananyagot fejlesztettünk, hiszen a jövőben a digitális készségek és képességek fontosak óriási bérfejlesztés valósult meg a szakképzésben, Öm, közel 40%-os bérelőlépés történt, a 24 ezer szakképzésben dolgozó oktatónak 60 milliárd forinttal növeltük a bérét, ez azt jelenti, hogy 600-700, és a régebb óta ott dolgozók 800 ezer forintos bérhez is Most ők ugyanúgy bekerültek itt a pedagógus bérrendezés N így van, ami Törében. azt jelenti, hogy egy, egy történelmi léptékű vérelőre lépés történt, mellesleg legyen meg, ők is munkatörvénykönyve mm. szerint alkalmazandóak, mint a, a modellváltott intézmények esetében. És elindult a 21. századi program, amiben 96 milliárd forinttal 31 szakképző intézmény 34 telephelyét fejlesztjük gyakorlati irányba műhelyi iskolák jönnek létre, infrastruktúra bűvül, hiszen a jövő mesteremberének olyan eszközökkel, olyan körülmények között kell tanulniuk, amelyet aztán utána rögtön az iparban használhatnak. És ehhez kapcsolódik a felnőtt képzés is, hiszen ha el akarjuk érni azt az aktivitási rátát, hogy 78%-ról 85%-ra jöjjön az aktivitási ráta, akkor minél több szakképzett van szükség, illetőleg a felnőtt képzésben indítottunk újra egy olyan GINOP 3.2.1-es programot 15 milliárd pályázható keretösszeggel, ami szakmai, informatikai, nyelvi és úgynevezett soft skill képzéseket biztosít a, a vállalkozóknak, gazdasági szereplőknek, ezáltal segítve azt, hogy olyan képzett munkerő álljon rendelkezésre, amely a folyamatosan változó piaci feltételeket tudja biztosítani. Azaz, a szakképzés, egyetemek, felnőtt képzés együttműködése kell, hogy garantálja a 85%-os munkaerőpiaci aktivitási rátát, amihez pedig nem beszéltünk a magyar innovációról és tudományról, amely, amelynek a program stratégiája egyrészt biztosít vállalati pályázatokat, a kisvállalatoktól kezdve egészen a nagyvállalatok, a spin kezdve a nagyvállalatok, több mint 90 milliárd forint értékben. Megújítottuk a nemzetközi esítést, itt a Horizonról kicsit beszéltünk, de több mint 20 milliárd forint áll nemzetközi esítési pályázatokra a rendelkezésre, és a teljes kutatói életpályát lefedő módon egy 30 milliárd forintos keretösszeg van amely bírálatáért a kutatási kiválósági tanács fel Krausz Ferenc Nobel-díjas professzorunk vezetésével. Legközelebb ígérem az innovációval folytatjuk, mert én ez én is mindig kicsúszik a, az időből. Az elmúlt órában Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőtt képzésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartott. Köszönöm szépen. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.